magyar demokratikus ellenzék majdnem mindent a lengyel demokratikus ellenzéktől, vagy a demokratikus mozgalomtól tanult, vett át és hasznosított, adaptált Magyarországon. Elsők között meg kell említenünk, a Lengyelországban már a 70-es években nagyon jól kiépült úgynevezett repülőegyetemeket. A repülőegyetemek azt jelentették, hogy magánlakásokban, templomokban, plébániákban és egyéb közösségi helyeken szabadon, cenzúra nélkül, tabuk nélkül különböző témájú előadásokat tartottak a téma elismert szakértői. Ezek általában a szocialista rendszer állambiztonsági szolgálata nagyon aktívan és éberen figyelte, hiszen ezeken az összejöveteleken azért a hivatalos ideológiával, a hivatalos dogmákkal, nézetekkel szembeni gondolatok jelentek meg. Ezek erősítették az ellenzéki gondolkodású vagy független gondolkodású fiatalokat, értelmiségieket, aminek nagyon fontos szerepe volt a csoportidentitás kialakításában. Magyarországon 1978-ban indulnak meg az úgynevezett repülőegyetemek. Hétfői Szabad Egyetem néven egyértelműen a lengyel mintát veszik át. Előtte 1976-77-ben már kialakulnak az első személyes kapcsolatok a magyarok és a lengyelek között. Tegocsászom is, mi is szokva volt fiani, de aztán takovým działaniu opozycyjnych, bo Zosi, ojciec, mój teść, był profesorem, który miał dosyć dobre kontakty z kulturą paryską, stąd myśmy mieli wszystkie wydania kultury. W pewnym momencie okazało się, że powstaje pewnego rodzaju grupa, której, gdzie możemy swobodnie podyskutować, gdzie mamy do siebie zaufanie, no i prowadzimy dość w tym momencie straceńczą działalność. Először az emigrációban, tehát mondjuk Párizsban találkoznak egymással, majd aztán még lehet utazni, még kapnak útlevelet, addig kiutaznak a magyarok. Lengyelországban is megtekintik ezeket az összejöveteleket, és azt mondják, hogy el kell ezt indítani. Ebben élenjáró szerepet játszott a demokratikus ellenzék legfőbb ideológusa Kis János, illetve Bence György, felesége Kovács Mária, illetve egy fiatal bölcsészhallgató Szilágyi Sándor, aki magára vállalta a szervezési munkálatokat. Ez egy komoly munka volt, hiszen mindig kellett találni egy lakást, ahol befér 100-150 ember. Szilágyi Sándor ezt a munkát kitűnően végezte lengyel minták alapján, és azt lehet mondani, hogy 78-tól 80-as évek végéig ezek a hétfőn tartott szabad egyetemek Magyarországon működtek. Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj. Ez a újabb Gutenberg forradalom, ahogy egyesek nevezik Lengyelországban, ez szemet szúrt a fiatal magyar ellenzékieknek is, és itt Demszky Gábor nevét kell mindenképpen megemlíteni, aki fogta magát 81 májusában és kiutazott Lengyelországban, kizárólag azért, hogy elsajátítsa ezt a nyomdatechnikát, és itthon megalapítsa utána az AB független kiadót, amely az első illegális úgynevezett föld alatti kiadó volt Magyarországon. Ez volt az úgynevezett ramkázás, ami azért ramka, mert lengyelül a ramka az keretet jelent. Ez gyakorlatilag a stencilezés és a szitázásnak az egyvelege volt. Fogtak egy képkeretet, amire raktak stencilpapírt, és ugye át lehetett rajta csöpögtetni a festéket, és a kiadott mintát az alátett papíron végül, miután megszáradt, el lehetett olvasni. Ez nagyon jó volt több szempontból is. Egyrészt nagyon egyszerűen elő lehetett állítani, másrészt, ha az állambiztonsági szervek vagy a rendőrség elkobozta, pillanatok alatt újat lehetett belkészíteni, olcsó volt, és viszonylag kis helyet foglalt, tehát el lehetett rejteni a különböző házkutatási razziák során is. 80-81-től
Magyarországon is megindul a Ramka technikával kiadott könyvek publikálása. Ehhez azonban szükség volt arra is, hogy Lengyelországban ebben az időszakban bontakozott ki a szolidaritás mozgalom. Na, jednocześnie w Gdańsku powstał związek, taki wolne związki zawodowe. Organizowany głównie przez Gwiazdę, on był głównym takim, tym przez Bogdana Borusewicza, który był również członkiem KSS KOR. Odkłamywanie historii, publikacje, walka o informacje w mediach publicznych. Zaczęła się ukazywać tygodnik Solidarność, ale w zakładach pracy wielu drukowano książki, które nie można, były kiedyś zakazane. To, co my robiliśmy w opozycji, stało się ruchem masowym. Egy olyan munkásmozgalom volt, amelyet az értelmiség és a katolikus egyház is egyöntetően támogatott, segített, és ennek következtében a hatalom kénytelen volt elismerni, legalizálni, és így tudott 16 hónapon keresztül működni Lengyelországban. To był to ruch. Związek to był pretekstem. Wiadomo było, że jeżeli będzie struktura niezależna od władzy komunistycznej, to na rozsadzie ten system. I o to nam chodziło. Więc to był ruch, który miał także charakter związkowy, ale to nie był związek. To nie był tylko związek. Nasze rozmowy, trudne na początku, przebiegały później w duchu coraz lepszego zrozumienia. Poszukiwania na najlepszego wyjścia z tej trudnej sytuacji w kraju. Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że nasz spór zakończyliśmy bez użycia siły, drogą rozmów i przekonywań. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Ez a helyzet, ez a 16 hónap, 80 augusztusától 81 decemberig Lengyelországban lehetővé tette, hogy óriási mennyiségben, tehát tízezres, százezres példányszámokban adjanak ki független lapokat, könyveket. Oczywiście byliśmy w otoczeniu niedemokratycznym, ale w Solidarności były demokratyczne wybory. Więc pokazywaliśmy ludziom, jak może wyglądać demokracja, jak mogą wyglądać wybory. I to było widać, jaka jest olbrzymia różnica. I tehát a legfontosabb elemei az ellenzékiségnek, hogy legyen egy szabad egyetemi fórum, ahol eszmét lehet cserélni, illetve legyen egy írásos, egy publikálási lehetőség, mind a kettő egyértelműen lengyel hatásra bontakozott ki.